Üdvözlök mindenkit, a mai videóban Fossil Saudi-ról lesz szó, és aki látta a Fleet Food Camp videómat, az mondhatja rólam, hogy jós vagyok, mert mondtam, hogy remélem, hogy a következő videó egy farmolos hősről lesz, és hát végül is nagyjából igazam lett, igaz, Forge Fate még bejött, de mindegy. Tehát Hero Loadout, Saurian Focus, tehát ez abszolút farmolásra van, de viszont ennél a hősnél az az érdekes, hogy nem csak farmásra jut, ezről még később beszélek. Saurian Hide, Saurian Close, Work, Pickaxe Damage, Strike Cost, lecsökkent az Antimaterial Charge. Tehát nyilván ennél az Antimaterial Charge a lényeg, hogy azt amennyire lehet spammeljük. És Fuel, ezt ha ki tudnám mondani, Fuel for the Fallen, Elimination card energiát töltött vissza 3 másodpercen keresztül. Tehát 2 energiát másodpercenként magyarul. És maga a perk, nem is beszéltem róla, hogy 12 energiát visszatölt, amíg nincs shielded, és ezért van Blast from the Past, és ezek rendben. Őt Collection Bookból lehetett kivenni. Francba Event People. És Historic Heroes. És itt van. De viszont 3 hősöd meg kell legyen minimum, hogy működjön a Blast from the Past. Tehát 2 is mindegy. Kettő is elég, de akkor nem tudsz például őt használni, mindegy. Na. Igazából Archaeologist-ről már beszéltünk, ő többen használja, de igazából Fossil Saudi jobb. Tehát többet tud farmolni. És kombatba is használható. Igazából ezt úgy fogom csinálni, hogy egy pillanat, lejegyzem, hogy állunk most, hogy mennyit lehetett nagyjából 10 perc alatt farma, mennyit tudtam én. És felgyorsítom igazából a videót, nagyon nem fogok közben beszélni. Tehát nyilván azért is jó, meg gyorsan megmutatok pár dolgot. Mert nézzétek meg, meddig lehet spammelni ezt. Tehát kombatban is abszolút használható, amit Archaeologist-ről nem lehet elmondani, és jobban is farmol. Tehát látjátok, amióta nyomom, és senkit nem öltem meg még. Még így is visszatör. Na igen, eddig. Tehát nem is tudom. 20 másodpercig. De minden esetre most jön a farmolós rész, remélem fogjátok élvezni. Minden esetre én ennyi lettem volna, majd a végén beszélünk, hogy mi történt. Tehát végére értünk a missziónak. Na jó, nem mentettem le, hogy mennyi volt. Tehát nagyjából, nem nagyjából már, tehát 2100 körül jutottunk, és 4500-ig jutottunk nagyjából. Tehát egy jó 2000, hát szinte 3000-et elég jól ki lehet. Igen. Akkor fából is 2000-et szereztünk, és vasból nagyjából 1000-et, de hát ez a mappen nincs sok vas. Tehát mindenképp nagyon erő, vagy nagyon jó farmer ez a hős. És remélem tetszett a videó. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!